Nemzeti Úszó és Vízilabda Centrum program, ez a most folyó összegeken túl, mert most is zajlanak fejlesztések, jelent 6,3 milliárd forintot. Beszélünk ezek után egy másik 6 milliárd forintról, ami a most futó várfelújításon felüli újabb beruházást jelent, ez 12,3. Orbán Viktor miniszterelnök újságírói kérdése összesíti azoknak a támogatásoknak az összegét, amiket a kormány egy Egerrel kötött együttműködési megállapodás révén biztosít majd a városnak. Dobó István városa ezzel a megállapodással Sopron után a Modern Magyar Városok program második állomása, hangzott el az aláírást követő sajtótájékoztatón. Habis László polgármester csodálatosnak nevezte az Egernek több 10 milliárdnyi fejlesztés biztosító okmány aláírásának napját. A megállapodás első pontja rögzíti, hogy Egert 2018-ra 4 sávos autóút köti össze az M3-as autópályával, ami révén a Hevesi megyeszékhely bekapcsolódhat az ország gazdasági vérkeringésébe, hangzott el. Orbán Viktor bejelentette, hogy az Egri úszodát nemzeti úszó- és vízilabda központtá fejlesztik. Az önök egyébként fantasztikus és talán túlzás nélkül mondható lélegzet elállító építészeti bravúrként is említhető úszodáját azt nemzeti úszó- és vízilabda központtá fejlesztjük. Itt még egyeztetnünk kell néhány részletkérdésről a szakszövetségekkel, de lényegében nem egyszerűen medencéket akarunk építeni, hanem egy új vízi sportkomplexumot, amelyre vonatkozó tervek már elkészültek, és amelyek a medencéken túl szálláshelyeket és egyebeket is magába foglalnak, vagy magukba foglalnak. A mostani becsléseink szerint ez mintegy 6,3 milliárd forintot kóstol majd. A harmadik programpont alapján a vár újabb 6 milliárd forintot kap fejlesztésre, ami az ország legnagyobb turisztikai fejlesztése lesz majd. Orbán Viktor ígéretet tett arra, hogy egy a jelenleg MÁV tulajdonban lévő 9 hektáros területet átadnak az önkormányzatnak, hogy ezzel bővüljön a déli ipari park. A megállapodás 5. pontja az intermodális közlekedési csomópontról, a térség közlekedési feltételeinek javításáról szól. Itt konkrét ígéret nem született, de a felek törekednek majd a pénzügyi feltételek mihamarabbi megteremtésére. A miniszterelnök arra kérte Egert, mint a Modern Magyar Városok program részesét, hogy patronáljon testvérvárosként egy kárpátaljai várost, így segítve az ottani magyarokat. Orbán Viktor az Egerben született megállapodásról részletesen beszél majd a TV Eger Fogadó Óra című műsorában, hétfőn este 18:30-től.